Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Történelem érettségi segítséget nyújtottak a képi és szöveges források. Közveszélyesek a madarak, emberre is támadhatnak a varjak. A melegben ingerültebbek a sofőrök, türelemre és óvatosságra inti a lakosokat a rendőrség. Négyzetre emeljük a tehetséget, felvételt hirdet a Matthias Corvinus Kollégium. Szerda reggel a történelem írásbelivel folytatták a diákok az érettségit. Középszinten 66 ezeren, emelt szinten majdnem 8 ezeren vizsgáztak délelőtt. A Horthy korszakról, a reformációról, a két világháború közötti szovjet-orosz történelemről és a zsidó vallásról is kaptak kérdéseket a diákok a középszintű történelem érettségi első, rövid feladatokból álló részében. Az országban több mint 74 ezer diák tett írásbeli vizsgát történelemből, közép és emelt szinten. A Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István technikumában összesen 66-an adtak számot tudásukról, közülük egy ember az emelt szintű érettségit írta meg. Sose voltam egy törés szakértő, viszont a feladatok meglepően könnyűek voltak, mert főleg szövegértés volt, és nagyon sok forrás használati lehetőség volt. A témáknak, az esszé témáknak nagyon örültem, mert az ókori aténi demokrácia témáját nagyon szeretem, és sokat tudtam róla beszélni. Pesti Noémi az ipari forradalom és a tatárjárás témáját választotta az esszékhez. Szerintem inkább az eleje, a rövid választ igénylő feladatok voltak nehezebbek. Az esszék azok szerintem könnyűek voltak, és jó témákat raktak bele. Valdraff Nikolett elárulta. A feleletválasztós rész bizonyult a legnehezebbnek. Az esszék könnyűek voltak. Én úgy érzem, hogy könnyűek voltak, nekem mentek a témák. Az aténi demokráciát és a Kádár korszakot választottam, azok egyszerűek voltak, viszont az eleje kicsit húzósabb volt, ott sokat tippeltem, bevallom. Balogh Attila igazgató elmondta. Az idei érettségi tanulóbarát módon lett összeállítva, mert a képi és szöveges forrásoknak köszönhetően a vizsgázók könnyen tudtak következtetni a feladatok megoldásaira. A kronológiai atlasz pedig további segítséggel szolgált. Összességben azt lehet mondani, átlapozva, én történelem tanárként átlapoztam a feladatsort, hogy az elmúlt évekkel összevetjük, akkor azt lehet látni, hogy alapvetően egy tanulóbarát, egy gyermekbarát feladatsort kaptak ma készhez a diákjaink. Hozzátette, az írásbeli témák között zömében olyan anyagok szerepeltek, amiket a felkészülés során átnéztek a diákokkal, így sikeres érettségit remél mindenkitől. A rövid, egyszerű választ igénylő feladatoknál nekem, ami az elmúlt évekhez képest egy picit újdonság volt, vagy mondjuk azt, hogy a feladat összeállítók nagyobb hangsúlyt fektettek, hogy több képi forrás volt. Sok volt még mindig a szöveges forrás, és az arra történő elemzések, arra rákérdezése különböző formába, legyen az igaz-hamis bejelölés, vagy egy forrásrészletnek a betűjelének a beírása. Az idei történelem érettségi tehát bővelkedett forrásokban, amik helyes használatával könnyedén meg tudták kérni a végzős diákok a dolgozatot. A veszély olyan helyekről is leselkedhet ránk, ahonnan nem is számítanánk ilyesmire. Akár a madarak is megtámadhatnak minket, egészen pontosan a varjak. Április végétől június közepéig tartó költési időszakban lakott területen belül ezek a madarak sokkal agresszívabban reagálnak az ember jelenlétére fészkelő helyeik közelében. A Magyar Madártani Egyesület közleményében emlékeztet, Európában alig él olyan madár, mely támadásával közvetlen sérülést okozhat. Gondot inkább a járulékos baleset veszély jelent, amikor a megijedő ember leesik a fáról, elbotlik, esetleg kiszalad az úttestre. A Magyar Madártani és Természetvédő Egyesület felhívása fordult a lakosság felé a településeken embereket ijesztgető varjak miatt. Ugyanis április végétől június közepéig van ezeknek a madaraknak a költési időszaka, amikor is a varjak sokkal agresszívebben reagálnak az ember jelenlétére a fészkelőhelyeik közelében.
Ilyenkor számíthatunk egyesek számára félelmet keltő madártámadásokra. Inkább nagyobb parkokban, nagyvárosokban fordulhat elő, hogy az emberek mellé szállva okozhatnak problémát, illetve hogyha ezeket a madarakat valaki felnevelte, és utána a fogságból megszökött, akkor mint egy emberhez szokott állat megszokja, hogy kitől kapta a táplálékot, és ott is egy ilyen zaklatás címén kérheti tőlünk továbbra is, függetlenül attól, hogy nem mi voltunk az eredeti gazdái. A vetési varjak előszeretettel raknak fészket a városokon belül is, ha megfelelő helyet találnak maguknak. Az is előfordulhat, hogy egy-egy fiók a rossz helyre téved, például középület bejáratánál vagy a járda mellett a földön üldögél. A szülők ilyenkor a még ügyetlen és gyakran nem teljesen röpképes fiókáikat, akár az embert megtámadva is védelmezhetik. Ha nehogy Isten ilyen támadás ér minket, akkor nem kell pánikba esni, nem tud bennünk nagy kárt okozni, nyilván az érzékszerveinket próbáljuk meg védeni, illetve ilyen egyszerűbb hessegető mozdulatokat próbáljunk meg arrébb menni, nem fog minket követni kilométereken keresztül, békén fog minket hagyni rövid távon. Ha elég bátrak vagyunk, sokat segíthetünk a kevésbé hősies embertársaikon azzal, ha a rossz helyre tévedt varjúfiókát a látott távolságon belül lévő bokros, fás területre visszük. A varjúfélék esetében nem okozunk gondot azzal, ha megfogjuk a fiókát, a madár ezután ugyanúgy felneveli és gondoskodik róla. Az, aki úgy hagyja felügyelet nélkül az autóját, hogy benne marad a sluszkulcs, KRESZ szabálysértést követ el. A büntető fékezésért pedig akár több év börtön is járhat, tudtuk meg Badizs Zoltántól. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a melegedő időjárás hatására könnyebben válnak ingerülté a sofőrök, ezért türelemre és óvatosságra inti a közlekedésben résztvevőket. Egyre tartósabb melegre készülhetünk a következő hetekben az előrejelzések szerint. A növekvő hőmérséklet egyre több kerékpárost és motorost csal ki az utcára. De nem csak pozitív hozadéka van a hőségnek, ilyenkor az autóvezetők ingerlékenyebbek és türelmetlenebbek lesznek. Dudálással, kiabálással, esetleg rosszabb esetekben büntetőfékezéssel próbálnak az igazuknak érvényt szerezni. Hát ezt ajánlom, hogy kerüljék el, mert fokozza a veszély lehetőségét a közlekedési szituációkban. Arról nem is beszélve, hogy a büntetőfékezés bűncselekménynek, közúti veszélyeztetésnek számít akkor is, ha nem történik baleset. Akár már a helyszínen elvehetik a sofőr jogosítványát a rendőrök. A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeken a meleg napokon senkit ne hagyjanak az autóban őrizetlenül, mert akár tragédiával is végződhet az ilyen eset. Abban az esetben, hogyha ilyet tapasztal valaki, akkor azt kérném, hogy az általános segélyhívószámon, a 112-es segélyhívószámon tegyék meg a bejelentésüket is, rendőrség haladéktalanul intézkedni fog ezekben az ügyekben. Badizs Zoltán azt is kiemelte, senki ne hagyja a gépjárművében a sluszkulcsot, akkor sem, ha a saját háza előtt parkol vele. Az autót lehetőleg az autó használója úgy hagyja őrizetlenül, hogy azt lezárja, és nem lezáratlanul, úgyhogy benne hagyja az indítókulcsot, mert ez akármennyire is furcsa hangzik, ez egy KRESZ szabálysértésnek minősül, és szabálysértési eljárást vonhat maga után. Emellett fennáll annak is a veszélye, hogy egyszer csak valaki elköti az autót. A közelmúltban több olyan eset is történt Tolna megyében, hogy egy unatkozó vagy akár ittas jogosítvánnyal nem rendelkező kiskorú elvitte az utcán található gépjárművet, mert ő kocsikázni akart. A szóvivő óvatosságra és türelemre inti a lakosokat. Május 4-e a tűzoltók napja, valamint Szent Flóriánnak a tűzoltók védőszentjének ünnepe. Magyarországon 1991 óta ünnepeljük a katasztrófa védelemben dolgozókat ezen a napon. Szent Flórián a középkorban élt, és a legenda szerint már gyermekkorában megmentett egy égőházat a pusztulástól. Ezért tartják a tűzoltók védőszentjének, de őt hívják segítségül a tűzzel dolgozó mesterek. A sörfőzők, fazekasok, kovácsok, pékek és kéményseprők is. Egyes vidékeken ezen a napon ősi módon két fadarab összedörzsölésével gerjesztettek tüzet, és az egész falu abból vitt haza. Márciusban folytatódott a járványhelyzet okozta visszaesés után tavaly tavasz óta jellemző erős növekedési trend a kiskereskedelemben. A júliusig meghosszabbított árstoppok hatása elsősorban a benzinkutak megugrott forgalmán érezhető. Emelte ki a Központi Statisztikai Hivatal szerdai jelentéséhez fűzött kommentárjában az Innovációs és Technológiai Minisztérium.
A tartós fogyasztási cikkek közel 30%-os növekedést mutató értékesítése húzta a leginkább a szektor teljesítményét. Az összesen 16,2%-os bővüléshez 9,1 ponttal járult hozzá a nem élelmiszer kiskereskedelem. Az eladások volumene a textil, ruházati és cipőboltokban négyszeresére, a használt cikk üzletekben háromszorosára emelkedett 2021 márciusához képest. A Szekszárdi Matthias Corvinus Kollégium újabb felvételi lehetőséget kínál a Fiatal Tehetség programba azoknak az érdeklődő, nyitott, értékes tananyagokat kereső diákoknak, akik több tudásra szomjaznak, mint amit a normál iskolai tanrendben elsajátítanak. Tolnán a Magházban megrendezett nyílt napon a gyerekek testközelből tapasztalhatták meg az élménypedagógiai módszereken alapuló oktatást, a szülők pedig tájékozódhattak a tehetséggondozó program lehetőségeiről. Ott hagyjuk egy picit, és utána és a buborékok, vagyis az ételfesti buborékok kidúrannak, és így lefolyik a víz alá. Épp a láva lámpa működését szemléltetik a gyerekeknek a Matthias Corvinus Kollégium nyílt napján. Az általános iskolások számára meghirdetett Fiatal Tehetségprogram promotáló napján most testközelből tapasztalhattak meg a gyerekek olyan kísérleteket, amikre az iskolai tanmenetben nem kerül sor. Tolnán a Magházban megrendezett program célja az volt, hogy az 5. osztályba igyekvő diákokat megszólítsák és megismertessék velük az intézmény nyújtotta lehetőségeket. Itt ez a mai nyílt nap is itt Tolnán azért zajlik, hogy az 5. osztályba igyekvő diákokat megszólítsuk, ugyanis őket várjuk most a programunkba, a FIT programunkba. Felmenőrendszerű a képzésünk, tehát 5. tudnak becsatlakozni, és egészen 8. osztályig tudnak járni hozzánk a Szekszárdi MCC-be különböző képzésekre, fejlesztő programokra. Az élménypedagógiai módszertanra épülő gyakorlatorientált képzés célja, hogy a gyerekekben felkeltsék a tudás iránti vágyat, felkészítve őket a továbbtanulásra és a tudatos pályaválasztásra. A középiskolás korosztály számára ugyancsak lehetőség van a FIT programban való részvételre. A középiskolás programunk ennél egy picit komplexebb, ott már a pályaorientációhoz nagyban hozzájárul az, hogy van egyfajta igencsak erős e-learning alapú képzési repertoárunk. Az egyetemeknek a legnépszerűbb szakjaival tudnak betekinteni ezáltal a diákok 4/8 hetes e-learning alapú kurzusokba. Az idei tanévet 1125 felső tagozatos és mintegy 3500 középiskolás diák kezdte meg az MCC-ben. A tehetséggondozó programok a főváros mellett további 14 településen érhetők el, többek között már Szekszárdon is. A kedvező koronavírus helyzet miatt járványügyi korlátozások nélkül megtarthatók az idei nyári táborok, így azokat ismét a korábban megszokott keretek között szervezhetik, bonyolíthatják le, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A tábort annak kezdete előtt legalább 6 héttel a helyes szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnál kell bejelenteni. Közölni kell a táborozás helyét, időpontját, a résztvevők várható számát, a tábort szervező vagy a képviseletére jogosult nevét, elérhetőségét. A tábor működése során gondoskodni kell a személyi higiéné betartásáról, amelynek alapja a gyakori, alapos, szappanos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés, valamint a köhögési etikett betartása. Új bemutatóra készül a Szekszárdi Német Színház Társulata. A Nem fizetünk című darab a 70-es évek Olaszországában játszódik. Ez egy olyan modern szatíra, mely a piacgazdaság visszás helyzetének bemutatása mellett tele van humorral és ötletességgel. Nein, wie wundert dich, meine Wie viele Monate sind bitte? Das ist Sonntag, hat man noch nie gesehen. Nem fizetünk, így hangzik Antónia és társai mottója, mialatt kirámolják a szupermarketet, mert a folyamatosan dráguló árak miatt már az élelmiszerek vásárlását sem tudják megengedni maguknak. Amikor Antónia hazaér, el kell rejtenie a lopott holmit szabálykövető férje Giovanni elől. Pontosabban meg a rendőrség elől is, akik nagy erőkkel keresik a lopott árucikkeket. A Szekszárdi Német Színház vígjátékában a feszültséget, a nehézségek és az egyre komikusabbá váló helyzetek jelentik. Annyiban tényleg párhuzamot lehet vonni a mai helyzettel, hogy érezhető egy elég erős drágulás. Persze a háttérokok nem ugyanazok, de azt szerettük volna elérni, vagy szeretnénk elérni, hogy erről a
jelenségről, hogy drágulás van, és hogy egy nagyon erősen érezhető drágulás, mégis tudjunk nevetni. A darab mottója az is lehet, nem mondja Kilian Klapper rendező, hogy semmilyen élethelyzetben ne adjuk fel. Ez a komédia bátorságot is adhat az embereknek ahhoz, hogy harcoljanak az érdekeikért, fejtette ki a rendező. A darab bemutatójára május 5-én kerül sor a Szekszárdi Német Színházban. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Június 30-a a határidő, meg kell újítani a járvány alatt lejáró okmányokat. Programok és forgalomkorlátozások, vasárnap indul a Giro Kaposvárról. Virsli, közös főzés és koncertek, több balatoni település is ünnepelt május 1-én. Személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél, forgalmi engedély. Ezek az okmányok már csak június 30-áig érvényesek hazánkban. A koronavírus járvány ideje alatt lejáró dokumentumokat ezért mielőbb meg kell újítani, hívta fel a figyelmet a baranyai kormány megbízott. Horváth Zoltán elmondta, hogy a megyében 13 kormányablak és egy mobil kormányablak busz áll a lakosság rendelkezésére. A jogosítványt az ügyfélkapunk keresztül is meg lehet újítani, azonban a lejárt okmányt el kell juttatni valamelyik kormányablakhoz. Már csak június 30-áig érvényesek hazánkban a járvány miatti veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok. Ilyenek a személyigazolványok, a jogosítványok, útlevelek és a forgalmi engedélyek. A személyazonosító okmányok cseréje az ország több mint 300 kormányablakában, akár időpontfoglalás nélkül is intézhető. Baranyában nagy forgalomra számítanak a nyári időszak, illetve az utazások, nyaralások szezonja miatt. Ezért Horváth Zoltán kormány megbízott arra kéri a lakosságot, hogy ne halogassák az ügyintézést. Július 1-ével már csak érvényben lévő hatályos okmányokkal tudjuk az életünket élni, utazást szervezni, egészségügyi intézményt felkeresni, banki szolgáltatást igénybe venni, úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy nézze meg a lejárt okmányait, nagyon gyorsan keresse fel Baranya megyében 13 kormányablakunk egyikét, vagy ha kis településen él, akkor nézze meg, hogy a mobil kormányablak busz mikor jár arra felé, és arra kérünk mindenkit, hogy újítsa meg a személyi okmányait. A jogosítvány meghosszabbítása az ügyfélkapunk keresztül online automatikusan is megoldható, ha már megvan az orvosi alkalmassági engedély, amelyet a házi orvosnál tudnak beszerezni. Fontos azonban, hogy a lejárt okmányt mindenképp el kell juttatni valamely kormányablakba. Ezt az érintettek megtehetik postán vagy személyesen is. A lejárt forgalmi engedély is szükséges a szabályos autóvezetéshez, amit műszaki vizsgaállomásokon újítanak meg a szakemberek. Már csak 4 nap van hátra a Giro d'Italia kaposvári szakasz rajtjáig. A szervezők a programok mellett a forgalomkorlátozásra hívták fel a figyelmet egy tájékoztatón. Nagyon köszönjük Kaposvár városnak és a lakosainak ezt a szeretetteljes vendéglátást, amivel fogadták a Giro d'Italiát. Ezekkel a gondolatokkal kezdte mai sajtótájékoztatóját az olasz kerékpáros körverseny magyarországi szakaszainak főszervezője. Kamuti Balázs kiemelte, a versenyzőket profi stábok kísérik majd, ezért is van szükség a már korábban bejelentett szakaszos lezárásokra. Közel 200 kerékpáros vesz részt rajta, 200 vagy akár annál több gépjármű is magában a szervezésben, a bonyolításban, építésben és a versenykövetésben vesz részt, ezért van szükség további itt a környék mögöttünk lévő utcákban területeknek a lezárására, ahol ezeket a szervezésben résztvevő kocsikat tudjuk parkoltatni. A szervezők a rendőrséggel közösen biztosítják majd a vasárnapi rajtot és a további útvonalat. Az egyenruhások azt kérik, mindenki időben tájékozódjon indulás előtt. Mindenkinek a türelmét kérjük, és a vasárnap útba indulókat arra kérem, hogy a médiákba, az internetes platformokon közzétett zárási tervekhez igazodóan ezek figyelembevételével tervezzék meg úti céljuk elérését, és számoljanak arra, vegyék figyelembe az esetleges késést és csúszást is. A szakaszrajtot a Kossuth téren és a Városligetben egyaránt színes programok kísérik majd a hétvégén. Itt egy rajtceremóniával egybekötött lassú rajtos szakasz lesz, aminek a közvetítése során bőven lesz idő a tévében megmutatni Kaposvár szépségeit, nevezetességeit, épített és természeti örökségeit is, és ezeket mind a világ minden táján látni lehet majd.
A mezőny a tervek szerint 12:30 indul majd a Somogyi megyei székely főteréről, ahonnét Nagykanizsa és Balacsony érintésével Balatonfüreden érkeznek majd célba. A lezárásokról és a további programokról minden információt megtalálnak internetes oldalunkon a kapos.hu-n. Virsli evőverseny, játékos feladatok, közös főzés, arcfestés és koncertek. Így ünnepelték május 1-jét a Balatonnál. Balatonlellén és Balatonszemesen is egész napos programokkal várták a családokat. Az elmúlt 2 évben a pandémia miatt elmaradtak a hasonló rendezvények, így most nagy volt az érdeklődés a településeken. Ugrálóvár, játszóház, arcfestés. Balatonlellén elsősorban a gyerekes családoknak kedvezett a május 1-jei programkínálat. Sok helyi és környékbeli érdeklődőt fogadott a rendezvény. Voltak azonban olyanok is, akik az ország másik feléből érkeztek a Balatonhoz. Ez a házas pár Csongrád megyéből jött. Most nincs más lehetőségünk, aztán jó idő van, azt itt vagyunk én. Az elmúlt 2 évben elmaradtak a hasonló rendezvények, így most sokak várták már a majálist. Nagy lehetőség ez tényleg 2 év után, mert ugye a pandémia ideje alatt nem lehetett majálist tartani, és az mindenféleképpen a nyár előtti időszak legnagyobb rendezvénye, ezt nyugodtan mondhatom. Természetesen a május most még majd bővelkedik szabadtéri rendezvényekben itt a rendezvényparkban, hiszen egy hét múlva Dolbert Ferenc emlékére lesz egy népművészeti népzenei fesztivál, illetve a gyereknapot is itt szoktuk tartani a rendezvényparkban. Elkészülni, vigyázz, óvatosan mehetsz. Gergő, te nagyon gyors voltál, te jó ég, te hány éves fiú vagy? Ez pedig már Balatonszemes, ahol a Berzsenyi strandon tartották a május 1-jét. A gyerekeknek sorversenyt is szerveztek, de a családok egymással versengtek kötélhúzásban is. Főleg ez egy gyerekmajális, és a gyerekeknek készültünk különböző versenyekkel, zsákbafutás, mindenféle ügyességi verseny. Talán a gyerekeknek a nap fénypontja az a palacsintaevő verseny lesz, 00:30-1 óra körül, ahogy oda jutunk. És természetesen, hogy a kísérők addig ne unatkozzanak nekik, meg sör, virsli evő verseny lesz. A településen több mint 300 ukrán menekültet szállásoltak el. Őket is vendégül látták a rendezvényen, ahol az ukrán asszonyok szurpát főztek. A balatoni rendezvényekre több ezren látogattak el. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Történelem érettségi, segítséget nyújtottak a képi és szöveges források. Közveszélyesek a madarak, emberre is támadhatnak a varjak. A melegben ingerültebbek a sofőrök, türelemre és óvatosságra inti a lakosokat a rendőrség. Négyzetre emeljük a tehetséget, felvételt hirdet a Matthias Corvinus Kollégium. Csütörtökön az eddigiekhez hasonlóan alakul időjárásunk. A délelőtti eseménytelenebb, változóan felhős napos időt követően délután a megnövekvő gumoly felhőzetből néhol előfordulhatnak záporesők, valamint zivatarok. A szél továbbra is csak zivatar környezetében lehet élénk erős. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!